Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlanbefektető vagyok. Ennek a videónak a címe Adj nevet a félelmednek. Én írtam az Ingatlanos Álmok című könyv első második részét, enyém az Ingatlanos Álmok klub, illetve a Udemy-n is van oktatóanyagon. Meg vannak előadásai minden hónapban, valamelyikre gyere és keressél nyugodtan, tanulj tőlem. Azért fontos, hogy a félelmeinknek nevet adjunk, mert akkor tudok úgymond harcolni ellene, tehát minél konkrétabban tudom, hogy mitől fél valaki, vagy mitől félek én, annál könnyebben tudok segíteni magamon, másikon, stb. Amikor, tehát nyilván most nem olyanra gondolok, hogy félek, hogy az ágy alatt vannak egerek, mert jó, akkor veszek egy egérfogót, meg sajtot, meg nem tudom miket, és akkor etetem az egereket, felhízzalom, mire a csapdához ér. De tehát ennél komolyabb dolgokra gondolok, tehát például most mutatom fel a saját gyerekem példáját, hogy ugye nyilván iskolába jár, de nagyon-nagyon fél, hát ettől a nagy K-betűs élettől, tehát hogy mi lesz velem, ugye látja a kereseteket, az arányokat, hogy Úristen, és tehát megvan eleve az, hogy fél kilépni az életbe, fél ugye ezt a kis védőhálót, amit ugye mi, mint szülei biztosítunk neki, fél elhagyni. Abban a percben, hogy megvan ez a félelem, és gyakorlatilag adtunk neki úgymond nevet, már lehet ellene harcolni. Mivel harcolsz például az ilyen ellen? Roppant egyszerű, legyenek céljaid, legyenek álmaid. Neki mondjuk van, mert építkeznek, tehát ott azért ezek elég komoly célok. Ilyenkor mi a következő félelem? Az, hogy hát te úristen, hát az építési terve alapján a költségvetés, hát olyan összeg, amit tulajdonképpen 170 éves koromig keresek meg. Semmi gond, megint vannak célok, hogyan növelem a bevételemet, esetleg vállalkozást indítok. Ha mondjuk belemegyek a csokba, és akkor három gyereket bevállalok, azt meg kell szülni, akkor mi az a munka, amit én otthon tudok végezni, vagy esetleg felhúzok addig egy webáruházat, vagy egy internetes vállalkozást, amihez nem kell reggeltől estig bemennem egy munkahelyre, elmenni a gyerekek mellől, ha napi 2-3 órát tudom csinálni, vagy akkor csinálom, amikor akarom. Érted? Tehát, hogy minél konkrétabban meghatározott, hogy mi a félelmet, félek kilépni az életbe, jaj, most hogy teremtem elő ezt a pénzt, azokat tulajdonképpen a félelmeket át kell alakítani célokká. És abban a percben, hogy igen, kilépek az életbe, elengedem a védőhálót, hát valójában úgy sem, hogyha kell, nyilván az ember segít a saját gyerekének. Elengedem ezt a védőhálót, elmegyek dolgozni, ahogy én is annó, saját lábamra állok, háztartást vezetünk, stb. Tehát ez megvan. És akkor szépen lassan, ahogy az ember, hát nem azt mondom, hogy belefásulsz az életbe, de kicsit belerázódsz, és mindig legyenek álmaid, és én azt vettem észre, hogy ha alkalmazott vagy, és meg vállalkozó vagy, tehát egy jó vállalkozónak 20 év múlva is vannak álmai, egy jó alkalmazottnak viszont már nincs. Álmodoznak csak, és az álmodozás is marad. Viszont visszatérve az eredeti témánkra. Jó, tehát remélem, hogy sikerült így megvilágítanom ezt a dolgot, hogy adj nevet, minél konkrétabban fogalmazd meg, és váltsad át céllá. Félek kilépni az életben, mert nem tudom, hogy élek meg, stb. Mi a gond? Semmi, pénzt kell keresni. Hogyan keresek pénzt? Vállalkozással alkalmazott vagyok, webáruházat csinálok, részmunkaidőben bedolgozok még. Egy csomó dolog lehet. Abban a percben, hogy a félelmednek neve van és céllá alakítod, abban a percben már csak mész előre, és megszűnik, minden esetben megszűnik egyébként a félelem, abban a percben, hogy cél van, és tevékenyen elindulsz a célod felé. Tehát nem bénultan ülsz, hogy hát, ha úgy, de félek ettől, hú, most meg attól is félek, nem. Tevékenyen lépsz, cselekszel, abban a percben, hogy cselekszel a célodért, meg fog szűnni a félelmed, ez biztos lehet benne. Úgyhogy ezt szívből kívánom neked, hogy te ezzel a szisztémával én szerintem találd meg önmagad, és tényleg egy nagyszerű jó ingatlanos pályára tudsz állni. Köszönöm, hogy megnéztél, amennyiben tetszett, írd a véleményedet, nyomj egy lájkot, meg az összes többi. Szia!